Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Az internet, illetve a böngészők biztonságáról szeretnék beszélni. Illetve nem is a böngészők biztonságáról, hanem arról, hogy hogyan kellene a tort, a torhálózatot használni böngészési célral. Azért emelem ki, hogy böngészési célral, mert egyéb fájküldési, levelezési és egyéb téren is nagyon jól lehet használni a torhálózatot, de jelen pillanatban nagyon az alapokra fogok kitérni. Ha valakit zavar az a szó, hogy tor, meg mélyvebb, és azt gondolja, hogy ott a gyermekpornográfia és a terrorizmus segítése van csak, az téved. De hogyha úgy gondolod, hogy ez a videó nem neked való, akkor légy kikapcsolni, nem kell diszlájkolni, bár meg teheted, nyomhatod azt a lefele mutató hüvelykújas izékét ott a videó alatt, engem igazából nem zavar, örülök is neki, hogy van véleményed, és azt gondolod, hogy ez a videó nem jó, nem érdekes, de esetleg aki odafigyel egy-két dologra, annak talán hasznos lehet. Tehát, hogyha zavar ez a dolog, ne nézd meg a videót. De miért is kellene neked torhálózatot használni? Mert senkinek semmi köze, hogy te mit nézel meg az interneten. Ennyi. Gyakorlatilag senki ne kövesse az én internetezési szokásaimat. Ha én egy kínai honlapot szeretnék megnézni, vagy akármilyen honlapot szeretnék megnézni, oroszt, németet, egyebet, akármilyen témába, amit az ottani hatóságok engedélyeztek, mert nem tiltották le, akkor ne legyen két év múlva az, hogy te bizony azt a honlapot megnézted, és te bizony ilyen meg olyan vagy. Oké? Okay? Senkinek semmi köze ahhoz, hogy én hogyan internetezek, mit nézek meg, és ami legális, legális az, amit az adott ország hatóságai nem tüntetnek el, nyilvánvalóan, hiszen az ő feladatuk az, hogy a normál internetet karbantartsák, Figyeljék annak a jogszerűségére. Oké? Okay? Tehát maradjunk annyiba, ha egy olyan téma van fent az interneten, ami az adott országban tilos, akkor nem az én dolgom eldönteni, hogy az a adott országban vagy az én országomban tilos, hanem az ő hatóságainak a feladata, hogy azokat a honlapokat eltüntesse, amiket természetesen. Nem szabadna felrakni. Ilyen legyen példának a terrorizmus segítése, terrorista toborzó honlapok, vagy éppen a gyermekpornográfia. Véleményem szerint mindenki egyetért azzal, hogy vannak olyan periférikus dolgok, amik nem idevalók, nem szabad feltenni, és nem arra bíztatok senkit, hogy a torhálózaton illegális dolgokat tegyen. Én arra bíztatok mindenkit, hogy ne engedje azt, hogy bárki, bármikor, bárhol kukkolja azt, hogy ő mit csinál. És a másik, ami nem a hatósági dolog, ne kövessen egyetlen honlap se. Engem kifejezetten zavar az, hogyha felmegyek egy honlapra, lekeresgélek egy áruházba, mondjuk egy fürdőszobai tükrös szekrény, két nap múlva egy igazán másik hollapon, egyáltalán nem is az a téma a hollapon, egy linuxos hollapon nyomják a szobai, tükrös szekrényeknek a reklámját. Ez engem zavar. Ha felmegyek, ez például az Obi-ba történt, felmegyek az Obi Nyomja nekem a reklámokat nyugodtan, ha én rákeresek a fürdőszobai tükrös szekrényekre, akkor nyilván az engem érdekel. Ha újra felmegyek az obira, akkor nyugodtan rakja az orrom elé természetesen azt a reklámot, hogy bizony van új, és hát ha érdekel, vedd meg, meg, ez nem zavar. De amikor felmegyek egy Linuxos honlapra, és fél ott van a fürdőszobai reklám, akkor maradjunk annyiba, hogy ez zavaró. Oké, okay, tehát annak a holapnak semmi köze ahhoz, hogy én mit és hogyan nézegettem két nappal előtte, ez megtörtént eset, és zavar. Bár lehet, hogy téged nem zavar, mert mondjuk a Linuxos honlapon azt szeretnéd nézegedni, hogy milyen tükrös szekrények vannak az XYZ. Áruházva, engem azért igazából nem az, hanem a maga a téma. Nem a reklámozás zavar. Mert a Linuxos hollapon például nagy örömömre reklámozzák a Linuxos laptopokat, és hol lehet azt megvenni, az egy jó dolog. De az nem, hogy a tükrös szekrényeket kell nézegetnem a cikkbe háromszor. Tudom, megértem, hogy ezért kapnak pénzt, de az adott témához tartozó, az adott honlaphoz tartozó reklámok azok helyes dolgok. De amikor már követik a használati szokásaimat, és máshol is megjelenik az a reklám, amit én megnéztem, az már nem. És a másik gondolat az, ami már inkább a családbaráti, és aki még használja a gépedet, témakörbe tartozik, nem maradjon nyoma a gépeden a böngészésnek. Én nem attól félek, hogy jön a CIA és az NSA meg az FBI és betöri az ablakot és elviszi a gépemet és megnézi a böngészési előzményeimet, vagy a meglévő csokik, sütik, vagy ki hogyan hívja ezeket az eszközöket, azok után le fogja követni, hogy én megnéztem az XYZ tükrös szekrény kínálatot, maradjunk ennyibe, hanem az természetesen nem kellemes, amikor leülök valakinek a gépét karbantartani. Tisztítani, telepíteni, frissíteni, és rábökök az előzményekre, és szóval kiderül, hogy miket nézegetett. Oké, okay? tehát ne maradjon. Mögöttem semmi olyan nyom, ami esetleg azt mutatja, hogy tegnap mit néztem meg. Oké, okay? tehát ez a legegyszerűbb dolog, ne maradjon, és akkor abból biztosan nincs probléma. Ha valami érdekel, folyamatosan érdekel, akkor nem az előzmények között keresgél az ember, hanem lekönyvjelzőzi. Azt hiszem ez egyértelmű, és akkor én eldöntöm azt, hogy mit könyvjelzőzök le, és nem automatikusan bekerül valami egy listába, hogy hat évvel ezelőtt mit nézegettem. néz utána, hogy mennyi ideig tárolja az előzményeket a te böngésződ alapesetben, és esetleg gondolkodj el azon, hogy a négy hónappal ezelőtti megnézett honlapokat, hát mennyire lenne jó, hogyha akárki meg tudná, hogy te éppen azt a témát nézegeted. Nem titkos, nem tilos, de azért jobb, ha nem nézegeti senki. A következő gondolat az előző dolgok összefoglalása, mert oda szeretnél figyelni a böngészésed biztonságára, azaz nem kell senkinek sem a géped elé leülve, sem tőled esetleg több ezer kilométerrel odébb lévő automata figyelgetősöknek, gyűjtögetni, hogy éppen te mit csináltál, oké, okay, maradjunk annyiban, nem kell. Nem kell tudnia annak a honlapnak, hogy te éppen hol laksz, ha akarod, megadod. Természetesen nem kell senkinek tudni, hogy én például a fürdőszobai szekrényeket nézegettem, amik tükrösek, mert nem kell. Oké, okay, ez az én magán ügyem, majd hogyha szeretnék ilyen keresést lefuttatni, akkor le fogom futtatni, de ne dugják az orrom alá, mondjuk az előbbi példa szerint egy Linuxos honlapon a fürdőszobai szekrényeket. A következő gondolat már vitákra adhat okot az Onion kiterjesztésű honlapok, illetve a dark web, a sötét web, a mély web elérésére is van lehetőség. Ha nem szeretnéd elérni, nem szeretnél a Dark Web-ben keresgélni, akkor nem keresgész. Ennyi. Tehát nincs rád kényszerítve, és nem automatikusan fog átirányítani téged valami gyermekpornó oldalra, vagy fegyverkereskedő oldalra, vagy hacker oldalra. Tehát egyértelműen nem fog ez megtörténni, de a Dark web nem csak arról szól, hogy gyermekpornó, meg terrorizmus, meg fegyvert tudsz venni, tudnál venni természetesen, hiszen azért azért figyel Ezeket a dolgokat, hanem sok egyéb információt is elérhetsz, akár olyanokat is hozzáteszem, amiket a nyílt webben is el tudsz érni, de olyanokat is, amiket esetleg ott kevésbé, vagy egyáltalán nem szoktak publikálni. Azaz ezt a részét eldöntöd, hogy fellépsz erre a rendszerre, ott keresgélsz, ott nézelődsz, vagy nem. Erre nagyon figyeljél, hogy van egy határ, a biztonság, ne kukkoljon senki, meg a Dark Web között. Nem fog senki rákényszeríteni, hogy Dark web a sötét webet, a mély webet, meg egyéb ilyen neveik vannak, jó kis pejoratív, sötét, meg mély, meg titkos, meg egyéb. Na hát lényeg az számunkra, hogy erre nem kényszerít senki. Mikor nem kellene használni a torhálózatot, ha az országot tiltja a használatát, illetve ha az országot gyanús tevékenységnek minősíti a tor használatát. Azért néz körbe, ha nem Magyarországon élsz, hogy esetlegesen a te kormányod úgy döntött, hogy a terrorizmus elleni pénzmosás elleni gyermekpornográfia elleni kábítószerkereskedés kereskedés elleni és egyéb indokok miatt tiltja vagy gyanús tevékenységnek minősíti azt, hogyha te a torhálózatot használod. Nem kell automatikusan azt gondolni, hogy egy demokratikusnak kikiáltott ország az bizony nem minősítheti gyanús tevékenységnek, és nem adhat ki automatikusan a megfelelő szerv rád megfigyelési engedélyt. Hát bizony azért jobb, hogyha utána nézel. Jelenleg Magyarországon ilyen probléma nincs, a jelenleg azt jelenti, hogy 2021. májusában készült ez a videó. A másik gondolat, amit nem kéne nagyon piszkálgatni, és nem kéne nagyon torhálózatot használni, ha szolgáltatod, vagy a munkaadód, vagy ahol te dolgozol, ott a rendszer szabályzata, a házi tiltja a használatát. Nyilvánvalóan nem arra szeretnék senkit biztatni, hogyha egy nagy vállalatnál dolgozik, akkor a torhálózatra próbáljon fellépni, mert lehet, hogy a rendszer gazda jelenti és kap Büntetést azért, mert illegális tevékenységet követett el, nem a törvénykezés esetleg, vagy a jogszabályok tiltják számára a tor használatát, hanem a munkaadója, vagy esetleg az internetszolgáltatóval kötött szerződése. Tilthatja azt, hogy torhálózatra lépjen fel? Nyilvánvalóan és jogosan egy munkáltatónál nem biztos, hogy a munkahelyeden kellene a torhálózatot használni. Erre azért figyeljél. Nyilván ezt mindenki maga tudja. A következő gondolat, hogyan működik ez az egész dolog? Ez a torhálózat egy külön, az internettől elszeparáltan működő hálózat. Rengeteg-rengeteg olyan szerverük van, olyan eszközük van, amin keresztül te fellépsz az ő hálózatukra, és biztonságosan adják egymásnak tovább a kéréseket, és amikor elérkezik egy bizonyos géphez a te kérésed, akkor kilép a normál internetre. Nézzük is meg, te ülsz a géped előtt, és itt van a Tor kliented, tehát a böngésződ itt van, és elindítottad és beütötted azt a keresést, amit te szeretnél, vagy annak a hollapnak, amit szeretnél elérni a címét, akkor ő szépen belép a torhálózatba, és itt van egy olyan beléptető gép, amivel kapcsolatban vagy te. Ő majd elküldi egy másik gépnek, az meg még egy gépnek, az meg még egy gépnek, attól függ, hogy milyen a rendszer, milyen gyorsaság van egyéb, ezt most ki kell emelnem a torhálózaton való böngészés, internetezés, leveszi a sebességedet, nyilvánvalóan, hiszen ők egymásnak pattogtatják a torhálózaton belül a te keresésedet vagy címelérésedet, és utána, amikor jó nehány gépen keresztül ment, kilépünk a torhálózatból, ez az exit, kilépsz, és utána a keresett gépre, honlapra fölkapcsolódik biztonságos, nagy részben hozzáteszem, a te kliensed és a torhálózat közötti kommunikáció biztonságos, jó esetben a tor hálózatba való küldése ennek a kérésnek, tehát hogy éppen te mire keresel rá, és addig a pontig, amíg a tor hálózatba az utolsó gép, ami kilép a normál hálózatba az internetre, Persze a torhálózat is az internetnek a része, de amikor kilépsz a hálózatból kilép a kérés, keresés vagy egyéb, abban a pillanatban ez a szakasz már nem biztonságos. Mit lát ez a gép, az a honlap? Ő a torhálózat utolsó gépének az IP-jét látja, az utolsó géppel van kapcsolatba, és amikor küldi vissza a képeket, az írást a honlapról, akkor ezen a hálózaton keresztül fogod te megkapni a képeket. Azaz egy biztonságos, a harmadik fél által nem követhető, nem beazonosítható és nem látható, tehát az, hogy te hol lapsz, mi az EPC meg egyéb, azokat ő nem fogja látni, tehát azokat az információkat, amiket szeretnél elrejteni, hol laksz, mi az IP címed, az IP címed szerint az adott pillanatban egyértelműen beazonosítható lesz a géped. Természetesen itt lehet jogi vitákat folytatni, hogy a te géped IP címe, amit beazonosítanak, mert a szolgáltató az abban a pillanatban, hogy kap egy megkeresést a hatóságoktól, villámgyorsan ki fogja adni neki, hogy 20-21 május 5-én reggel 8 óra 27 perckor az adott IP cím kihez volt kiosztva, az, hogy oké, okay, kihez volt kiosztva, ki az előfizető, hogy te ülsz a gép mellett, vagy más ül a gép mellett, ezt lehet vitatni, meg vitatni is fogják, de igazából nem sok mindenre megy vele az ember, mert hamar elkaphatják, ha olyat csinál. Tehát gyakorlatilag ez a szakasz védett, és senki nem látja azt, a szemközti oldalról, hogy te ki vagy és mit csinálsz, azaz relatív védve vagy titkosítva történnek a dolgok, nem fog ez a hollap, ez a gép vagy akármi olyan információkat megszerezni rólad, amelyeket nem szeretnél számára kiadni, azaz nagyon egyszerű a használata, föllépsz a hálózatra, mintha egy külön titkosított, védett hálózat lenne, az szépen egymásnak adogatja a szerverek között a te keresésedet mondjuk, és aztán egy idő után kilép. A szemközti oldal ez a kilépő géped látja, hiszen ő küldte neki a kérést, a kapcsolatot. Egyébként úgy működik, hogy a te gépeden elindul egy keresés, és a szemközti gép az pedig bizony látja, hogy kivel van kapcsolatban. Betettünk egy fekete dobozt, aminél bizony a szemközti fél, az a honlap, amit te felkerestél, az a keresés, amit te elindítottál, már anonimmá lett téve. Ez nagyon fontos, és fontos az, hogy ez a szakasz bizony nem annyira biztonságos, nyilvánvalóan, de a szemköztigép, vagy aki ebbe a szakaszba kukkol, a TOR utolsó gépét fogja látni, annak az IP-jét, és rögtön ő leveszi azt a gondolatot, hogy bizonyítan nincs helye a kukkolásnak, vagy megpróbálja visszafejteni ezt a folyamatot, de az nem nagyon fog neki sikerülni. A telepítése, ami nagyon-nagyon egyszerű dolog, vagy a Linuxos disztribútorod által összeállított natív csomagot telepíted a saját telepítős, megoldással, amilyen a te rendszered, annak megfelelően kikeresed, telepíted és boldogan használod. Én nem ezt az utat szoktam használni, ennek pár oka van, azt kifogom fejteni. Én a letöltöm, kicsomagolom és használom elvet követem. Miért? Mert a letöltött csomag az mindig a legfrissebb. Egy darab könyvtárba fog belekerülni minden, azaz az a könyvtár, Amibe ezek vannak, törölhető, és utána még annak a nyoma is eltűnik a gépemről, hogy torhálózatot használtam. Ha felmerül benned az, vannak olyan programok, olyan honlapok, akik megpróbálnak csokikat, sütiket, egyebeket, nyomkövető, akármiket elhelyezni a gépeden, ez a könyvtárba fog történni. És ha ezt letörlöd, akkor teljes mértékben eltűnik minden beállítás, minden előzmény, amit egyébként a torhálózatra felcsatolt és erre összeállított tűzróka nem fog neked tárolni, tehát ez, ez egy biztonságos, de én azt szeretem, ha időnként letörlöm a könyvtárat, és utána minden, minden nyom, letöltések, egyebek el fognak tűnni, azaz, ezt fogom bemutatni, ez hogyan történik. A beállításról szeretnék pár szót mondani. Ha nem tudod, mit állítasz, akkor jó az, amit kapsz. Maradjunk ennyibe. A tor készítői, illetve inkább én úgy mondom, a beállítói ennek a rendszernek nagyon szépen összerakták azt a a Firefox böngészőt, beállították, hogy neked azon tudás, konkrét tudás nélkül csak rontani fog. Sikeredni, én azt mondom, ha nem tudod, mit kell piszkálgatni rajta, akkor ne is nyúj hozzá. Így teljes, biztonságos rendszert fogsz kapni, mármint a böngészés tekintetében. Nem kell mindenféle kiegészítőket felrakni. Nyilvánvalóan a torhálózat és a torhoz csatolt Firefox az biztonságos. De hogyha te a Firefox-ba, tűzrókába beleraksz egy plugin-t, vagy kiegészítőt, vagy egyebet, az már nem biztos, hogy ugyanezt a biztonsági szintet fogja számodra, hát bizony biztosítani előfordulhat olyan plugin, ami szépen megkukkolja te IP-det, egyebet, és szépen elküldi a gazdáinak. Tehát maradjunk annyiba, csak olyan pluginokat, kiegészítőket, beépülőket, akármi szösznek nevezett izéket, telepíts fel erre a tűzrókára, amiben te 101%-ig biztos vagy, hogy nem jelent neked gondot, nem jelent rólad semmit, hiszen nyilvánvalóan a felraksz egy plugin, az már a te gépeden van, tud különböző dolgokról jelentést tenni, ha éppen ilyesmi van. És volt már ilyen eset, hogy egy biztonságos plugin beépülő azt csinálta, hogy amikor te sok-sok-sok fület megnyitottál, sok honlapot megnyitottál, ami éppen nem volt nyitva, azt ilyen alvó állapotba tette, nem frissült, ezzel felszabadítva egy csomó sávszélességet, és amikor visszatértél ahhoz a fülhöz a büngészőnél, akkor ő újra frissítette az oldalt. Tehát nem volt 10-20 nyitott oldal állandó frissítése, hanem csak akkor, amikor az adott oldalt nézegetted. Ez egy időben jó volt, megverték, és utána a Hacker News, vagy melyik oldalon, ott volt a szik, hogy bocsi tesó, az új verzió már mindenféle adatokat rólad közöl, és jobb lenne, ha nem használnád. Azaz nem kéne telepaklászni pluginokkal, hanem tisztán, hanem tisztán tartani ezt a rendszert. Amit tudni kell, ez egy sima tűzróka, fájrefog, böngész, amit mindenki tud használni, beállítva van, nem piszkáljuk a beállításokat, ha nem tudjuk, hogy mi ez. Azaz nem kell megijedni, nem kell egy új böngészőt megtanulnod, aki már használta a Firefoxot, a tűzrókát, annak meg másnak sem lesz ezzel problémája, tehát itt nincs valamilyen sötét hacker billentyű kombinációkat használó böngésző című dolog, ez egy szép és jól működő tűzróka lesz, amit látni fogunk automatikusan frissül, azaz automatikusan lekéri a frissítéseket, még ezzel sincs neked problémád. Én ahogy mondtam, inkább azt csinálom, hogy egy-két-három hetente letörlöm a könyvtárat, letöltöm az új csomagot, aztán kicsomagolom, és örülök a frissnek, na de ez az én heppem. Így biztos, ami biztos minden le van darálva a gépemről, ami ehhez tartozik, és a lehető leges-leges legfrissebb, Torhoz beállított Firefoxot fogom kapni. Kettő darab beépülő már alapba telepítve van, ezeket ne szedd le, jó? Tehát ez a NoScript meg a HTTPS-hez tartozó különböző beállítottságú böngésző kiegészítőket nem kéne leszenni, azért rakták bele, mert ezekre szükség van, és jó, hogyha fent van. Más olyan böngésző kiegészítőket nem szoktak ajánlani ezen kettőn kívül, ez egy biztonsági, adatbiztonsági, magánéletvédelmi kis eszköz, ez pedig blokkolja a hirdetéseket, ez kényelmes jó dolog. Ezt a kettőt még a fejlesztők is, illetve hozzáértőbbek is, mint én, ezeket szokták ajánlani. Ha a hirdetések téged kevésbé zavarnak, akkor az uBlock origin nem teszed fel, a másikat felteszed, nem teszed, teljesen mindegy. Lényeg számunkra az, hogy be van állítva, nem kellene pluginokkal teletömni, és figyelve fogjuk használni, semmi olyasmi teendőnk nincs, ami egy plusz beállítási teendő. Oké, okay? te nem kell attól félni, hogy hosszú, hosszú listákat kapsz, hogy még ezt, még azt, még amazt kell tenned, hanem ezt, ahogy letöltötted, és ahogy kicsomagoltad és elindítottad, már használni is lehet. Na, nézzük is meg, hogyan működik a telepítése és a letöltése, használat ennek az eszköznek. Ahogy mondtam, a legegyszerűbb telepítés, hogyha letöltöd a saját honlapjukról, és ilyenkor a legfrissebb, stabil verziót fogod megkapni torprojektorg felmész, el tudsz olvasni mindent, jó dokumentációja van, jó támogatottsága van, jó közössége van, jó a blog is. Ha szeretnéd támogatni, természetesen megteheted, jelen pillanatban mi nem ezt szeretnénk, hanem csak letölteni. Letöltésre kattintasz, kiválasztod az operációs rendszert, illetve eldöntöd, hogy alfa verziót vagy a forráskódot szeretnéd letölteni. Nyilván számunkra ezek forráskód, alfa verzió messze túl van azon, hogy érdekeljen bennünket. Persze letöltheted a forráskódot és nézegetheted, de én igazából nem értek ehhez, nem szeretném ezzel az időt húzni, egyszerűen letöltjük a megfelelő verziót, a legfrissebb fog lejönni, ahogy látni le is töltődött villámgyorsan lejön, nem egy túl nagy állomány, tehát ilyen 81,4 megányi állomány simán rákatint az, ki fogja csomagolni. Természetesen a kicsomagolás működik parancsorból is. Én jelen pillanatban az egyszerűség kedvéért grafikus felületen megmutattam, azt a műveletet rákattint és kicsomagol, vagy esetleg rákattint és megnyitás, extra kicsomagolás, vagy a megfelelő kicsomagoló eszközzel, ami a te grafikus felületedben van, avval kicsomagolod, mindegyik ismerni fogja a Tar XZ kiterjesztést, simán kicsomagolja a könyvtárat, rákattintunk, abba is egy könyvtár van, ezt mondtam én, hogy nagyon kényelmes, mert egy könyvtáron belül van minden, igazándiból ezzel nem is nagyon kell törődni. Én annyit szoktam megtenni, hogy a saját mappámba, a Home per Laci mappába lévő bin könyvtárba átmásolom a tornak az összes dolgait, hogy ott az a könyvtár bent van az elérési útba, és szeretem, hogyha minden ilyen fontosabb dolog, engem érdeklő dolog egy helyen van, az az ilyen általam telepített, konfigurált cuccok a BIN könyvtáramba kerül, de az egyszerűség kedvéért egy rövid nevet szoktam adni neki, TOR könyvtár lesz, és utána átmásolom, illetve átmozgatom a BIN könyvtárba, ahol meg is van a TOR könyvtáram, és a Start TOR Browser desktopra kattintva futtatom, vagy beírom parancsorba, és megkapom a konfigurációs, Beállítást konfigurálni kizárólag csak akkor kell a hálózatot, illetve ezeket a részeket, hogyha neked a internetszolgáltatód, vagy egyéb olyan egyetem, akármi munkahely tiltja ennek a használatát, vagy akadályozza ennek a használatát, olyan országokba kell ezt konfigurálni, jellemzően legalábbis leírás szerint, ahol azért nem teljesen örül a hatóság annak, hogy te tort használsz. Számunkra egyéb feladat nincs, konnektálunk, azaz csatlakozunk, és szépen lassan beállítja saját magát, nem lesz ezzel semmi problémát, és el is indul, ahogy lehet látni, nagyon egyszerű. Mit látsz? Ugyanazt látod, majdnem ugyanazt látod, mint hogyha sima, fejrefokszott tűzrókát használnál, és gyakorlatilag ezek után már te igazából használhatod is a rendszeredet. Gyakorlatilag lehet látni, hogy ő nem a Google használja keresőnek, hanem a dugduggot, Ez egy anonimabb és nem logolós kereső. Tehát ezentúl már nincs vele semmi problémát, igaz? mivel kaptál egy tíz rokát, amit eddig is használtál. Persze, oké, okay, most a torhálózaton keresztül csatlakozunk, és győződjünk meg, hogy valóban van-e értelme annak, hogy a torhálózaton keresztül csatlakozzunk. Mi IP beütjük, és megkeressük a saját ip -nket. Lehet látni, hogy ez lassabb, lassabb fog lenni, mint egy normál böngésző, illetve ha nagyon-nagyon-nagyon lassan működik, akkor természetesen mi a tendő, kilépsz, visszalépsz, és akkor más szerverekhez csatlakozik fel automatikusan, és azok esetleg gyorsabbak, nézzük meg, hol lakom én, legalábbis szerinte, ahogy látni, megvan az IP címem, ez nem az enyém, az én EP címem magyarországi egyértelmű, az ő beazonosítása szerint nagyjából való Berlin környékén vagyok. Azaz egyértelműen a szemközti gép, szemközti honlap engem úgy fog látni, mint hogyha Berlinben laknék és onnan interneteznék, semmiféle nyomkövető cucc nem marad a gépemen, senki semmivel nem fog engem követni, miért, mert ha kilépek, ez a rendszer úgy van beállítva, hogy az összes csokit, egyebet szépen letörli, így nem marad nyoma az én internetezésemnek, és ahogy szoktam mondani, én két-három hetente, egy-két-három hetente az egész könyvtárat letörlöm, így 101 százalék, hogy semmi olyan kompromittáló, vagy annak vélt adat nem marad a gépemen, amivel azt lehet mondani, hogy na hát te három évvel ezelőtt ezt meg azt nézegetted, és hű, ez milyen csúnya dolog. Lényeg számunkra nem fog változni semmit. Alapvetően keresés közben vagy esetlegesen internetezés közben természetesen semmi nem változik. Beírjuk, hogy magyarlinux.hu, remélem nem ütöttem el, és rákattintva lassacskán be fogja tölteni. Lényeg, egy kicsit lassabb lesz, de betöltődik. Betöltődik a rendszer, és semmi nyomkövetőt nem fog számunkra a gépünkre elhelyezni, biztonságban vannak az adataink. Itt rákattintasz a három darab csikocskára, ami lényeg számunkra, hogy új identitást is kérhetünk. Igen, új identitást is kapunk, ami azt jelenti, hogy leállítja és újraindítja a rendszert, azaz letörlésre kerül az összes csoki, süti, ki hogyan hívja ezeket, az összes azonosításos dolog eltűnik, abban a pillanatban, amikor leállítod a böngésződet, ő automatikusan újraindította, új identitással indultunk újra, itt semmi olyasmi nincs, ami mert igazából bennünket jobban zavarna, csak a lassulás. A lassulás nyilvánvalóan egy kicsit gyorsítható, akkor, hogyha új identitást kérsz, leállítjuk, újraindítjuk a rendszert, és utána esetleg más szerverek gyorsabban fognak működni, megpróbálja ő automatikusan a leggyorsabbat kikeresni, de az nem mindig sikerül. A biztonságért inkább fizettek egy kis lassulással, mint az, hogy bárki bármit az én böngészési előzményeimet, az én böngészésemet, az internet használati szokásaimat meglese. Ha pedig rákattintasz, ugyanazokat a beállítási lehetőségeket látod, amelyeket egy alaptűzrókába látsz, nem fog gondot okozni a beállítás. Semmi biztonsági beállítást nem kellene piszkálgatni. Az add tehát a hozzáadott dolgok, amit mondtunk, kettő már föl is van telepítve. Természetesen mindenféle egyebet feltelepíthetsz, csak nem ajánlott. Azon kívül, a kettőn kívül, amit láttatok, azt is lehetett látni az előbb, hogy a reklámok megjelennek, azt a U-Block Origin-nel le tudod tiltatni. Ha éppen olyanod van, nem fogja ő alapból azokat letiltani. Ennek nem az a lényege, hogy ne kapjál te reklámot, az a lényeg, hogy a te identitásodat a te szokásaidat, a te új lenyomatodat, ahogy hívják, ne tudja követni senki. Azaz nagyon egyszerűen használható és jó. A tűzróka, ezt sokan el is ismerik, sokan használják. Az a különbség itt, hogy nem a normál internetes hálózathoz csatlakozol, hanem közbeiktattuk a TOR hálózatot, így az identitásunk megmarad. Azaz mi a saját adatainkat, a saját személyiségünket, a saját szokásainkat eltüntettük az internetes kukkoló programok, kémkedő, leskelődő cuccok elől. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok. Látható, hogy a felvezető sokkal több volt, mint az egész használatra való, hát hogy is mondjam, bemutatás, mert a bemutatás miből áll? Felmész a honlapra, letöltöd, kicsomagolod, elindítod. Utána pontosan úgy használod, egy picit lassabban, mint a megszokott tűzrókát. Ezen kívül semmi változás nem látsz. Nagyon fontos, hogy neked nem kell semmit állogatni, nem igazán lenne érdemes kismillió plusz egy plugint adont, ahogy itt mondják, hozzápaklázni, ezt tartsuk tisztán, és maradjunk meg ennél a két alap, illetve két ajánlott pluginnál, és utána ne rakosgassuk tele ne állogassuk szét a saját kedvünkre, saját kitalálásunk alapján ezt a rendszert, hogyha ez nem tetszik nekünk, természetesen át lehet de csak rontani szoktunk a beállításokon. Miért? Mert természetesen szakemberek hozzáértők állították be, Hát azonnal azért mi nem tudunk majd javítani. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és mindenkinek jó és biztonságos Biztonságos internetezést kívánok! Sziasztok, sziasztok!